A laborprogram keretében lehetőségünk volt EKG mérő műszereket vásárolni. Három ilyen műszer beszerzésére volt lehetőség. Nyilván ezek az EKG mérő műszerek nem tökéletesen egyeznek meg azzal, amit az orvosok esetleg különböző vizsgálatok során használnak, de hasonló görbét rajzol magának a szerkezet működésének a megértésére és az EKG görbe magyarázatára alkalmas. Semmiféle orvosi diagnózis levonására azonban nem vállalkozhatunk egy ilyen mérőműszer segítségével. Az EKG vagy elektrokardiogram tulajdonképpen egy olyan görbét jelent, amely a szív működését, annak rendellenességeit, tökéletes működését detektálja, és ezt egy görbe formájában rajzolja ki. Ezt a görbét szeretném majd ismertetni, hogy mit mutat, illetve ennek a görbének az elemzésével lehet aztán következtetni a beteg, illetve a páciensnek az egészségi állapotára, szívének egészségi állapotára. Általában ennek az EKG gépnek 12 elektródája van, tehát 12 mérő elektródát tesznek fel a testre. Létezik olyan, amelyiknek 6. Ez az általános orvosi használatra rendszeresített EKG gépekre jellemző. Ez azt jelenti, hogy a testen, illetve a végtagokon helyezik el ezeket az elektródákat, és a szívről különböző irányból készítenek képet, a szív működéséről különböző irányból készítenek képet. Van olyan is, amikor szükséges az bizonyos betegségeknél, hogy több elektródát használjanak, létezik olyan, amikor 100 elektródát pakolnak fel a páciens szervezetére, és több oldalról még széleskörűbb képet, részletesebb képet kapnak. A mi EKG gépünk tulajdonképpen egy detektorból áll, amely mutatja az EKG görbét, ezt fogjuk majd megnézni, egy összekötő szerkezetből, és tulajdonképpen három elektródát tartalmaz, amelyeket a végtagokon helyezünk majd el, és ezek fogják a képet küldeni. Miután eleve három elektródával dolgozunk, nem tudunk ebből semmiféle egészségügyi következtetéseket levonni a szív állapotáról, de mondom, az EKG működésének elvére alkalmas ez a gép. Az EKG görbéről azt kell tudni, hogy egy jellegzetes formát mutat, ezen a képen ezt lehet látni. A jellegzetes formában különböző hullámok vannak, a szív működését jellemzik ezek. A szív működésének első része egy P hullámmal látható, ez a pitvari hullám, amely egy pozitív kitérést mutat, és tulajdonképpen az ingerületnek a pitvarban való terjedését detektálja, érzékeli. Ezután következik a PQ szakasz, amely egy átvezető szakasz a pitvari és a kamra összehúzódás között. Majd a QRS hullám következik, ez egy óriási kilengést mutat, de jól láthatóan negatív és pozitív kitérései is vannak. A Q hullám az egy kicsi negatív kitérést mutat, ezt nem is mindig lehet érzékelni, legtöbbször látható az EKG görbén, de nem mindig. Az R hullám egy magas, pozitív kilengést mutat, ez az az időszak, amikor a kamra legnagyobb tömege összehúzódik, ingerületbe jut és összehúzódik, és az egész QRS komplexumnak a végét megint egy negatív hullám, az S hullám zárja, amely a kamra összehúzódásának levezető szakaszát jelenti. Ezután következik az ST szakasz, a T hullám egy elnyújtott, közepes, pozitív amplitúdójú hullám, amely a kamráknak a repolarizációját, az eredeti állapotba való visszajutását jelenti. Végül visszajutunk ugyanarra a szintre elektronikailag, amelyről indultunk, és egy újabb szív összehúzódásra újabb EKG görbe rajzolódik ki. Tehát ez a görbe, amit bemutattam, ez egy szív összehúzódást mutat. Az EKG görbén több ilyen szívösszehúzódást jelző
hullám együttes található, ezért nem csak a szív állapotára, a szív összehúzódására, a szívizom állapotára lehet következtetni belőle, hanem például a szív összehúzódásának ritmusára, tehát a pulzusra is, a szív ritmusnak a szabályosságát is lehet vele vizsgálni. Gyűjtöttem néhány olyan weblapot, olyan honlapot, amelyen erről többet olvashatunk. Az elektrokardiogramnak az elemzéséről a Wikipédia oldalon találhatunk több információt, amelyeket a gyerekek felé is közvetíthetünk. A webbeteg és a házipatika oldalakon pedig gyakorlati tudnivalókat, a normál értékekhez viszonyított értékeket mutatják. Az EKG gép használatát egyik kollégámon fogom bemutatni. Fontos hozzá, hogy nyugalmi helyzetben legyen. A 12, 6 vagy 100 tappancsos elektródás EKG gép használatánál a páciensnek fel kell feküdni az asztalra. Itt egyébként elegendő, ha csak nyugalmi helyzetben van, és a karjait az asztalra helyezi nyugalmi állapotban, mert mind a három elektródát a karjain fogom elhelyezni. A karokat szabaddá kell tenni a ruhától, és ide csuklóval feltámasztani az asztalra. Közben mutatnám, hogy a gépet hogyan kell a mérésre beállítani. Bekapcsoljuk. A diagram jelre kell kapcsolnunk. Ezután, mivel az egyes szenzorhoz kapcsoltuk a mérőket, erre kell rá majd a tovább gombra. Itt be kell állítanunk, többszöri próbálkozás után ez bizonyult hatékonynak, ha az 5 másodpercet állítjuk be. Ezután megjelenik a diagram, ennek a tólig értékeit is be kell állítanunk, tehát a beállítás gombra kapcsolunk. Ezután a szenzor beállításai gombra, kijelöljük, hogy az EKG-nek a minimum és maximum értékeit szeretnénk beállítani, a szerkesztés gombra, és itt tudjuk ezeket az értékeket beállítani. A minimum értékre az 1500 értéket tenném. A maximum értékre a 2000-et, 2200-at. Ezek között a határok között jól mérhető. Miután ezt beállítottuk, megkezdhetjük a mérést. Általában azon a felületen, ahová az elektródákat helyezzük, vagy géllel szokták bekenni, vagy pedig vízzel nedvesítik meg, hogy jobban vezessék ezeket a hullámokat. Nekünk erre kis tappancsaink vannak, amelyekre majd az elektródákat kapcsoljuk, tehát nem a bőrhöz fogjuk őket rögzíteni. Ahhoz, hogy ezek jól tapadjanak, először a bőrfelületet egy pici alkoholos vattával letisztítjuk. A három elektródát a bal, illetve a jobb csuklóra fogjuk tenni a jobb karhajlatba és a bal karhajlatba. Jó, tehát megtisztítjuk ezeket a felületeket. És ezután a kis tappancsokat elhelyezzük a megfelelő bőrfelületen. És ezután a megfelelő színeket a megfelelő helyre csatlakoztatjuk. A fekete színnel jelölt elektródát a csuklóhoz rögzítjük. A piros színnel jelöltet a jobb karhoz, jobb karhajlatba. A zöld színnel jelöltet pedig a bal karhajlatba. És ezután beindítjuk a mérést. Leveszem a vezetékeket.
A kapott EKG görbe elemzésével megtalálhatjuk azokat a szakaszokat, amelyek a kamra, illetve a pitvar összehúzódását jelzik, de mint mondtam, ezekből semmiféle egészségügyi következtetést nem tudunk levonni, egyrészt az elektródák alacsony száma miatt, másrészt pedig ehhez szakemberre, orvosra van szükség, hogy elemezze a különböző eltéréseket, illetve szabályszerűségeket.